Február 10-én tartották meg a harmadik Városbált a Nagy Endre rendezvényteremben. A bál bevételét idén is jótékony célra használják, s mint ahogy azt előre meg is hirdették, a védőnöknek ajánlják fel. Szerdán az átadó ünnepségen Horváth Irált polgármester azt mondta, a védőnök kiemelt szerepet töltenek be egy család életében. Lehet, hogy ezek a szakmák hivatások. Nincsenek kellőképpen mondjuk anyagilag megbecsülve, ugyanakkor viszont a közösség nem működik nélkülük. Hát és bizony-bizony az egyik ilyen hivatás, én azt gondolom, hogy védőnői hivatás. Semperger Katalin, a Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat igazgatója hangsúlyozta. Nagy öröm számukra, hogy őket választották. Az összegből pedig több fejlesztést is megvalósítanak. Okos eszközöket szeretnénk beszerezni belőle, illetve minden védőnünk számára szeretnénk egy csomagot összeállítani, amely tartalmaz hosszúságmérőt, vérnyomásmérőt, pupillavizsgálót, és minden olyan hasznos eszközt, amivel mindennapi munkájukat meg tudjuk könnyíteni. Az összegyűlt 1.532.000 forintot Szilágyi István, a 60 Városért Közalapítvány alelnöke és Horváth Irált polgármester közösen adta Semperger Katalinnak. Az első Városbál bevételével a fogyatékkal élőket, a másodikével a 60-i mentőállomást támogatták.